Parkolás járdán, fűvön, forgalomban szemben, megállást megtiltó közlekedési tábla mellett, vagy éppen elektromos töltésre kijelölt helyen. Ezek a nézőinktől kapott felvételek is jól mutatják, mekkora probléma a parkolás Szekszárdon. A Kinizsi utcában is gond van. Az ott lakók többször panaszkodtak arra, hogy szabálytalanul állnak ott az autók egész nap, mivel ebben az utcában csak 2 órát lehet várakozni. A város közterületfelügyelői által kiszabott bírságok is jól mutatják a problémát. Az elmúlt 2 hónapban több bírságot szabtak ki, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az első 2 hónapban 1,5 millió forint értékben szabtak ki a közterületfelügyelők helyszíni bírságot. Ez elsősorban a megállási, várakozási tilalmak, behajtási tilalmak megszegése miatti eljárások során kerültek ezek a bírságok kiszabásra. A városigazgatási osztályvezető azt mondja, ők is látják, hogy több parkolóhelyre lenne szükség a városban. Ameddig ezek nem épülnek meg, a közterületfelügyelet fokozottabban ellenőrzi az autósokat, és jó néhány utcában szigorítják a várakozás feltételeit. A közülés döntött a legutóbbi ülésén arról, hogy a Toldi utcát, illetve a Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9 számú épület mögötti parkolót, területet is bevonja a 2 órás várakozási övezetbe. Ez azt jelenti, hogy április 1-től kezdve ezeken az útszakaszokon is csak legfeljebb 2 óra időtartamig lehet majd várakozni. Amint ez letelik, akkor el kell hagyni a várakozóhelyet. Szabálytalan parkolásért akár 50 000 forint bírság is kiszabható. A közterületfelügyelőn múlik annak mértéke. Ám vannak fix bírságok. Így például, ha valaki szabálytalanul parkol a járdán, 10 000 forintra büntetheti a közterületfelügyelő.